Csak az országgyűlési választások után tartanák helyesnek az ellenzéki pártok, hogy Áder János utódjáról döntés szülessen. Sajtóhírek szerint a Fidesz Trócsányi Lászlót jelöli. A Híradónk által megkérdezett ellenzéki politikusok úgy látják, pártjaiknak közös jelöltet kell állítania. Konkrét név még nincs, viszont Molnár Gyula szerint Majtényi László most is egy jó államfőjelölt lehetne. 2019. szeptemberében az Európai Bizottság magyar tagjának jelölte a kormány Trócsányi Lászlót, de ezt kétszer is elutasították összeférhetetlenség miatt. Hamarosan azonban sajtóhírek szerint köztársasági elnök lehet a volt igazságügyi miniszterből. Egy olyan ember, aki az Európai Bizottságban nem kerülhetett be, biztosnak nem volt alkalmas. Ráadásul a Pegasushoz hasonló szerződésekben is, mint volt igazságügyi miniszter, érintett. Elképesztően tartjuk egyáltalán a gondolatot is, hogy ő államfő lehet. A Momentum azt tartaná helyesnek, hogy a köztársasági elnök személyéről csak az országgyűlési választások után döntsenek. Az MSZP volt elnöke korábban javaslatot nyújtott be ezzel kapcsolatban, ám ezt akkor tárgysorozatba sem vették. Az előválasztáson már a DK színeiben induló Molnár Gyula szerint, ha az ellenzéki oldalon lezajlik az előválasztás, a pártoknak megállapodást kell kötniük az államfőválasztással kapcsolatban. Mondjuk decemberben az a párhuzamosan, hogy kicsit elkezdünk arról beszélni, milyen lenne a kormányzás, milyen kormánytagokat gondolnák, be kell jelenteni azt, hogy egyébként milyen köztársasági elnökben gondolkozunk, és kérjük, hogy halasszák el ezt a választást, ha nem, akkor viszont felveszünk a kesztyűt márciusban vagy áprilisban a parlamentben. Molnár Gyula szerint konkrét név még nincs, viszont ő most is jó jelöltnek tartaná Majtényi Lászlót. Szerintem az előválasztás lebonyolódik, és megvan a közös miniszterelnök jelölt, megvan a közös lista, és megvannak a közös jelöltek, akkor az ellenzék is egy konzenzusos közös köztársasági elnök jelöltel tud elbukkolni. A Jobbik szerint, ha a Fidesz még az országgyűlési választások előtt dönteni akar, az szembe megy a parlamentáris demokrácia alapszabályaival. Erről a pártelnököknek kell megegyezniük ebben a hatos megegyezésben, hogy az adott politikai szituációban és a Fidesz által jelölt személy ismeretében érdemes-e nekünk ellenjelöltet állítanunk egyáltalán. Az elemző szerint a jelenlegi helyzetben a Fidesz kétharmada miatt egy ellenzéki jelöltnek nincs esélye arra, hogy megválasszák. Viszont az ellenzéknek megvan az a lehetősége, hogy olyan ellenjelöltet állítson fel, aki egy személyben meg tudja testesíteni azt, hogy az ellenzék szerint mitől lenne jobb Magyarország számára, amennyiben a Fidesz leváltaná. Legutóbb 2017-ben Áder János kihívója Majtényi László korábbi ombudsman volt, aki az első fordulóban a képviselői szavazatok 22, a másodikban pedig a 20%-át kapta. Áder támogatottsága mindkét fordulóban a Fidesz kétharmados többségének köszönhetően 66%-os volt.